A Györfi István katolikus általános iskola diákjai Ábrahám Lea Borka, 5. osztályos, és Márki Réka, 6. osztályos tanulók a Forgószél és Garabonciás Hon és Népismereti versenyen értek el első helyezést. A most következő riportunkban megismerhetik őket. Milyen versenyen vettetek a részt, és milyen eredménnyel szerepeltetek rajta? A Forgószél Hon és Népismereti versenyen vettünk részt, és mind a ketten első helyezettek lettünk. Meséljetek kicsit erről a versenyről, mi ez a verseny, hogyan történik az ilyen versenyre a felkészülés, és nyilván most ez egy sajátos helyzet volt a tanévben, hogyan történt ez? Az első három fordulót papír alakban írtuk meg, a döntőt pedig online, itt bent az iskolába. Említettétek, hogy ilyen forgószél volt a versenynek az elnevezése. Kicsit bontsuk ezt ki, hogy mi is ez pontosan, hogy a nézők is tájékozódjanak róla. Ez egy olyan verseny, amin a magyar kultúráról és a népviseletekről van szó, és ezekről tanulunk bővebben. Hogyan lehet egy ilyen versenyre felkészülni? Hát az ötödikeseknek van Hon és Népismeret tankönyve. Azt abból nagyon sok információt tudunk szedni, és az internetről. Kik segítettetek benneteket? Engem Oroszné Milinko Ferita, az osztályfőnököm, és a szüleim. Ugyanez Oroszné Milinko Ferita és a szüleim. Voltatok már ilyen vagy ehhez hasonló versenyen, rendezvény esetleg? Én tavaly ugyanezen a versenyen indultam, akkor ott másodikak lettünk. Én még nem indultam ilyen versenyen. Mennyire kaptatok kedvet a folytatáshoz? Nekem ez nagyon tetszett, én szívesen folytatnám. Én jövőre mindenképpen megyek, mivel egy nagyon nagy élmény. Egy-egy ilyen verseny alkalmakor köttetnek-e barátságok? Nyilván, mint említettem az elején, ez egy sajátos versenyzési lehetőség volt. Mit tudok erről elmondani? Szerintem nagyon jó barátságok születhetnek itt, például mi is Leával nagyon jobban lettünk így a feladatok során, és mivel ugye nyertünk egy tábort ezáltal, a verseny által, ezért én már nagyon várom, biztos jó, ki fogunk jönni. A tábori rend biztos köttetnek barátságok. Ugye mi a versenyzők már előtte is jóba voltunk, én mindenkivel, de szerintem mindenképpen születnek itt barátságok. Hova mentek táborozni, mi a nyeremény? Tihanyba megyünk, Balaton egyik partjára, és ott egy egyhetes táborban veszünk részt. Majd, hogyha visszatértek, akkor a következő tanév elején befogtak-e, és milyen formában fogtok beszámolni az élményekről? Hát mindenképpen be fogok számolni mindenkinek, mivel valószínűleg nagyon nagy élmény lesz. Még nem tudom, hogy mi lesz. Én is ugyanígy gondolom.